Nem, élek. Talán tudjátok, hogy minden vitorlázó álma két tengerek elhajózni. Közben nem baj, ha kikötnek olyan szigeteken, ahol pálmafák dőlnek a víz fölé. De mindig kell, hogy fújjon a meleg passzát, legalábbis egy 30-40 kilométeres szél, ami űzi, hajtja előre a hajót a varázslatos szigetek felé. Ismét abban a szerencsében volt részem, hogy barátaimmal 2011. januárjában a Karib-szigeteken vitorlázhattam. Kirándulásunk első hetében a Franciaország tengeren túli megyéjének is nevezett Guadeloupe pillangó alapú szigetét jártunk. Fürögtünk varázslatos strandjain, felmásztunk a ma is működő Suprier vulkánra. Jártunk arborétumban, mangrove mocsárban, buvárkodtunk színes halak között. Ismerkedtünk a helyi emberekkel, ételeikkel, és nem utolsó sorban italokkal. Ebből nem lesz otthon nagyon. A második héten hajóra szálltunk, átvitorláztunk Dominikára, hogy az egzotikus kis ország legfontosabb látnivalóit beteszessük fel. Jártunk a Karib-tenger kalózai című film forgatásának néhány helyszínén, fürödtünk vízesések lábaival, fényes fürdőkben, alkudoztunk a rabszolgák unokáival, és nem utolsó sorban egy jó vitorláztunk, legtöbbször ragyogó napsütésben, 40-60 km-es szélben. A visszaútban megálltunk a varázslatos Lesszaintes szigetcsoporton, ahol fürödtünk a világ egyik legszebb strandján, iguánákkal fogócskáztunk a Karib-térség legnagyobb erődjében, majd január végén szomorúan búcsút vettünk a Karib nyártól. Basteren és a vulkán felé Guadeloupe-on. A Cousteau tengeri part. Irány a Suprier vulkán. Itt vagyunk a Suprier alatt, 1140 méteren. Még 350 méteren. Lesz, aki fölmegy, én nem fogok fölmenni. Itt volt a Gyuszko 2006 decemberében. A vulkán ott van fel. Egyszer már bőrigáztunk. Ezen a fehérkörös ponton vagyok. Grétáik most indultak meg ezen az ösvényen. Másfél órás. 1456 méter magas. Tudtam, hogy minden egy kis esőerdő közepén 500 éves fák között. Kellemes meleg víz. Enyhítő fürdőbe van részünk. Mi ez bogerkem? Irány a Rum Múzeum. 70-et fordul? Azt mondja, forradalmasította a cukorgyártást. 50 felé ágazik? 2 méter magasra. Annál több cukor van, minél szárazabb a talaj. Megyünk fel a Pillangó Múzeumba. Jó fát idejka! Ösvény bugenvilliából. Ez mindaz. A bakuapa és termése. A porcelánrózsa. Az exóra. Amerikai Anthurium.
az első orhideái élő környezetükben. Nyugodtan elmondhatom, hogy a legszebb tolpusi botanikus kertben voltam. Óriási gyűjtemény, rendkívül módon karbantartva, sokféle állattal, növénnyel és vízesésekkel. Nagyon szép volt. Megérte. Revoir. Déje öble. Kis nosztalgiázás. Mert legalább 6-szor aludtunk itt hajóval. Az elmúlt években. Szemmi süti nekünk a langusztát. A lángoló marakuját az itek. Én meg éget. De jó. Elindultunk. Mekkora csapat! Oda néz! Mennek a hajó elé! Úszni akarnak a hajóval! Grétám, itt vannak a delfinek a hajó előtt! Nem látom. Elhagytuk Ildesens. Dominika előtt vagyunk pár kilométerre. De 60. Ennyi a vízmérség? Nem, 4500 helyet. Az igen. Versenyben ezzel a kalóval. Bejárata. Rupert hercegöből. I'm interested. Welcome to paradise, my friend. Ismét Dominikán. Kis káosz a villanyvezetékekben. Mi nel 1995 c'era una grande huracano, questo distrutto qua tutto. Queste barche sono della l'anno scorso ha distrutto huracano Tommaso. L'India fue o kezdete. Edison azt mondja, hogy minden nap kerül egy folyó. Egyébként ez a legnagyobb és legmélyebb folyó. The Indians they live up in the interior part, on the left side of the island. So when we found Dominica, is one crystal on a Sunday. Spanish, you say Domingo, once settled on the both banks of the river. Iguana. Orlando Bloom e poi... Non Johnny Depp? Sì. It was 160 miles per hour of wind. After Hurricane David, she did not have anything anymore. Dominica, no food, no fruits. 80 people died in Dominica. No electricity for 1 month. 1 year after independence. And we never knew Hurricane David was coming.
was a surprise. So he left a lot of people without homes, without food. And then a couple months after, we had big ships coming from America bringing food to Dominica. Dominika déli vége, Sibuli falu. Most indulunk Martinique-re, reggel 7 óra 10 perc van. És Scott Head. Egy tengeri park végig 10 km hosszan. A búvárok kedvenc célpontja. Megjött a szél! Szivárványjal, gyenge csapkodó esővel, emléten. Kilenc órakor visszafordultunk Martinique irányából, 70 km-re szélbe kerültünk komoly hullámzással. Mai nappal legalább meg tudjuk nézni az akvalgát igazit. Ott van! Az az egyik gyerek, egy kalapárja! A dominikai dupla vizesés. A Trafalgar-val. Közül ez a baloldali tüzetés, ez a meleg víz. A sziklák el vannak színeződve a kénttől. Sulfur Springsben vagyunk, kénes forrásokon. A 105 fokos bugyogó. Összejött gyerekek! Felfelé az esi erdőbe. Shadow, jól vagy? Yeah, good. It's good. Yeah, nézd, már magyarul is megtanul. Avocados. Avocados. Then papay. Papo. Mm-hmm. Right? And then we have sweet sap. Sweet sap. And then passion fruit. Yeah. Hey, original cobra. Yeah, yeah, yeah. Elhagyjuk Dominikát. Több mint fél órájának a szivárványnak a lába az irányunk. Arra lehet Szentek szigete és Guadeloupe. Célállomás. Kilenc csomóval Szentek szigeteire. 9,8 csomóval Szentek szigeteire. A kapitány háza. Szentek fővárosa. A szigetvilág egyik első katolikus temploma. A tengeren meghalt halászok emlékműve. ...1867-ben építették. Megvan a méret, tökéletes. Meglepő a nyugalom, a fedélzeten. Szevasztok! Találkozunk legközelebb is egy közeli vagy távolabbi tengeri úton. Fedezzünk fel együtt új szépségeket, hogy izguljatok értünk otthon a jó meleg szobában, a kényelmes karosszékben.